Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogyan tudok távirányítót készíteni. Én ezt ugye már sokszor használtam ilyen command block rendszerekben, répás horgászbotot használtam távirányítónak, ugyanis van egy olyan score, ami azt számolja, hogy hányszor használjuk. Pontosabban minden tárgyhoz van ilyen score, ami számolja, hogy hányszor használtátok, de egyedül a répás horgászbot az, amit úgy bárhol megnyomtok, akkor az növeli ennek a szkornak az értéket, és közben hát úgymond nem csinál semmit. Tehát például a hógolyónak is van ilyen, de ha azt használom, akkor eldobok egy hógolyót, úgyhogy nem az igazi. Ez pedig nem dob el semmit, nem... Na, hát nem csinál semmit. Csak annak a szkornak fogja az értékét növelni, úgyhogy tökéletes horgászbotnak, vagy távirányítónak. Viszont ez sok verzióval ezelőtt volt, amikor megjelent ez a fajta szkor, és nem tudom, hogy azóta változtattak-e a játékon így, tehát hogy most tudok-e olyat csinálni, hogy így egy bot van a kezemben is, és nyomom a használ gombot, hogy esetleg ez aktiválja-e. Hát kipróbáljuk, nem tart semmiben megnézni, csak felveszem azt a szkort. Ez a statok között van, és a use item, Minecraft, és akkor ugye stick, puff, meg is van. És én ezt most ki is rakom gyorsan a sidebarra. Így. Megnövelem az értékét, hogy azért látszódjon. Úgy, tehát most nulla, és most nyomom a használ gombot, és hát semmi. Egyébként ennek úgy lehet növelni, hogyha valami tárgyat használtok, például mint egy gombot, akkor ha most nyomom... Nem, akkor semmi. Jó, akkor nem szóltam. Úgy emlékeztem, hogy ez így működött. Nem. Akkor most már végképp nem tudom, hogy ez konkrétan mit fog számolni, mert így nyomom a kezembe, azzal nem használom. Hát mit lehet csinálni egy bottal, semmit, eldobom, az meg egy másik score van, ugye drop item. Szóval most így hirtelen ötletem sincs, ez csak így most jutott eszembe ezt kipróbálni, de majd utána fogok járni. Viszont a ripás horgászbot az nem ilyen, az tényleg így vagyok, bárhol vagyok, nem kell semmit kijelölni, ha használom, akkor számolni fog, már is fölveszem. Ez mondjuk legyen répa. Persze ékezetek nélkül nem biztos, hogy szereti a játék, úgyhogy a biztonság kedvéért, sőt úgy emlékszem, hogy volt is belőle gond, mindegy, biztosra megyünk. Tehát egy répát, ami, ez is ugye use itemmel kezdődik, csak utána carrot-on stick. Ima parancs, kész, és ezt szeretném berakni a sidebarra, hogy látszódjon. Égyni. És akkor most megnyom, akkor 1, 2, 3, 4, 5, tök jó. És ugye bárhol vagyok, bármit csinálunk, ha ezt nyom, akkor nő az értéke. Ezt már lehet tesztelni, ugye egy ilyen ismétlős command blokkal. Pár videóval korábban mutattam ezt a teges módszert, ez egy nagyon jó módszer, ugye. Ennek ugye van szelektora, tehát amit szelektorban tudok tesztelni, azt is tudom tesztelni, illetve az utána lévő MBT részben a játékosnak bármilyen tulajdonságát, és utána rajta van ugye ez a tag, egy rakás parancsot lefuttathatunk, és a végén ugye természetesen resetelni kell, nézzétek meg azt a videót, most nem megyek ebbe még egyszer bele, de azért itt is használni fogom. Így néz ki, tehát répa teget adok annak, akinek ez a répa score-ja legalább egy. És ezt most átállítom arra, hogy mindig aktív legyen, és elindítom, akkor már is van rajtam egy répa tag, mert 8-asba vagyok, mert 8-szor használtam. Aztán lefutnak mindenféle parancsok, és ugye a legvégén természetesen reseteljük, hogy többször lehessen használni, levesszük róla ezt a teget. Így, ez az eltávolítás, ez is benne van abban a videóban. Nincsen répa tegem. Hoppácska, elírtam egy kicsit a parancsot, de kell az, hogy score. Répa min 1. Így. Jó, igen. És ez most ugye folyamatosan adja meg, elveszi. Még egy dolog kelleni fog, hát hogy nullázzuk le a répát is. Mármint a répa score-t. Így legyen a répa nulla. És akkor most ha használom, ugye nulla marad, mert ez olyan gyorsan történik, de igazából ha írok egy, hát ne szép parancsot írok, hanem inkább egy terrorot. Így, akinek van répa tagja, annak írja, hogy je. Most nincs senkinek, de ha használom, akkor nekem van, és ott írja. És akkor mivel egy rakás je. Jó, hát ennél csinálunk egy kicsit értelmesebbet. Mondjuk legyen egy effekt. Egy particle effekt. Na, ezt a lemását választottam, ez egy egész jól fog látszódni szerintem. Úgyhogy ezt most másolom, és ide úgy illesztem be, hogy ebből egy execute lesz. Igen, ugyanúgy a tag nevűvel ott, ahol van, egy ilyen particle parancsot futtasson le, és kész. És akkor most, ha nyomogatom magamot, akkor mindig van egy ilyen, ez a láva nevű effekt. Sőt, ha folyamatosan nyomom, akkor itt tök jó.
Na, de ezzel nincsen vége a munkának, nem véletlenül van többes szám a videó címében, ugyanis megmutatom, hogy hogyan tudjátok megcsinálni ezt több répás horgászbottal. Mert most, hát most ahogy így van, most akármilyen répás horgászbot van nálam, akárminek van elnevezve, akármilyen, mit tudom én, akármi van vele, répás horgászbot az kész. Valójában ugye ezt még lehet tovább fokozni azzal, hogy itt, ahol a teget adom neki, itt azt is tesztelem, hogy milyen répás horgászbot van nálam. Én most damage-re fogok tesztelni. Az ugye azt árulja, hogy mennyire van lesérülve a tárgy. A répás horgászbot, az sajnos most így nem írja, nem tudom így fejből megmondani, hogy mennyi neki a durability-e, hogy mennyit tud sérülni, miatt eltörik. De azt már most látom, hogy kicsit több command blockra lesz szükségem, és itt fog képbe jönni az, hogy miért van értelme a teget használni. Ideig ugye most tulajdonképpen ebben, amit ideig tud a rendszer, fölöslegesen használtam a teget, mert most minek adjak rá egy teget, aztán arra írom a feltételt, aztán elveszem tőle a score-t is, meg a teget is. Miért nem itt is mindjárt a score-t teszteltem? Hát valójában ezért, hogy ezt előkészítsem, hogy többet használjunk. Egyébként, ha csak egyre van szükség, akkor nem kell ez a tegezés, elég ugye a score-t. Tehát ezt így átírhatnám arra, hogy score répa legalább egy, ezt a parancsot innen kivehetném, és ugyanúgy működni fog. Viszont, hogyha több botot akartok használni, akkor kevés az, hogy használta a répás horgászbotot, de melyiket használta, és ezt már a score nem fogja megmondani, az csak annyit mond meg, hogy használva lett valamelyik. Úgyhogy itt jön a képben a tag, az fogja megkülönböztetni, hogy az egyik vagy a másik botot használtuk, ott pedig az MBT-jét fogjuk tesztelni a játékosnak. Na, akkor ezt egy kicsit szerkesszük át. Ez most ilyen chain lesz, és egy hasonló parancs fog ide kerülni. Ja, ez mondjuk a répa 1 lesz, ez meg a répa 2. És akkor ide kapcsolj zárójelek közé az, ugye bármelyik értékét lehetne teszteni a tárgynak, én most csak a damage-et fogom. Most engem az érdekel, hogy melyik van épp a kezében, nyilván azt használta. Szerencsére erre van egy tag, a selected item. Így, selected item, ennek ebben a tárgynak az MBT-je van benne. Tehát elvileg, ha én ide írom, hogy damage, kettős pont, és mondjuk ez lesz a nulla. Mi is van utána? S. Gyorsan lepuskáztam, igen, S betű van utána. Ez ugye a típus, pár videóval korábban beszéltem már róla. Ezt itt átírom répa egyre. Ez most nullás damage, egyáltalán nem sérült, tehát ezt most használom, akkor kell jönni az effektnek. Igen, jaj, sőt, folyamatosan jön, mert itt le is kell venni. Jó, igen, fog kellni még egy, ahol a répa 2-t vesszük le, ezt már is megcsinálom. Ennyi. És most tök jó, most ugyanaz, csak ugye most a damage-et is nézi, és ez már nem mindegy. Hogyha most adok magamnak egy olyan horgászbotot, répás horgászbotot, aminek már van damage-e, azon nem fog működni. Give, játékos, utána az azonosító keraton stick, aztán darabszám, egy darabot kérek, és hanyas damage-ből, hát mondjuk az egyesből. Így. Ott a zöld csík is jelzi, hogy hát ez bizony sérült. Ha nem szeretnétek, hogy látszódjon ez a zöld csík, akkor azt kell beállítani neki, hogy unbreakable legyen, igaz vagy egyes, így enter, és most ugye ez az első, meg a harmadik horgászat az ugyanolyannak néz ki, valójában ezen ugye van egyes damage, ezen meg még sem ennyi. És akkor így pályán is jól fog kinézni, hogy nincs itt az a zavaró zöldség. Na, most használom ezt a horgászbotot, és hát nem történik semmi. Uhú. Ez azt jelenti, hogy ideig jól csináltam. Ezt a parancsot most átmásolom ide. Csak ez most répa 2 lesz, és az egyes damage-t fogja nézni. És van itt valahol egy üres. Ez üres. Ide pedig berakok egy másik fajta particle-t. Egy darabig elszórakoztam végül, emellett a Dragon Breath mellett döntöttem. Egy kicsit átírtam a számokat, hogy jobban látszódjon. Hát... jó, mindegy. És akkor hol van az? Ez a répa 2, akkor ide kell. Így, né? Ez ugye nyomja a Dragon Breath-t, amin egyes damage van. Egyes damage, a kívül jobban látszik. A másik, ami nincsen, az meg ezt a füstöt. Illetve lába volt a neve. Láva, Dragon Breath. És tök jó, természetesen ebből lehet csinálni egy csomót, nem tudom most hirtelen mennyi fajta horgászbot van, mármint damage szerint, de ezt még tovább lehet fokozni, mert én most csak damage-et teszteltem, de mi van, hogyha
ha a nevét is tesztelitek. Én egyébként megsúgom a damage-et használnám, hiszen most építek egy kalandpályát, adok neki valamilyen nevet, meg effektet, megcsom a rendszert, de mi van, hogyha közben meggondolom magam is, és inkább más nevet adok neki, vagy még rosszabb, véletlenül elírom a nevét, és mindenhova azt másolom be, és a végén rájövök, hogy hoppá, hát ez így nem jó, és akkor így nem működik onnantól kezdve sehol. Mondjuk, ha jól csináljátok, akkor nem sok helyen tesztelitek, de hát akkor is. A damage-el viszont nem lesz gond. Amellett nyugodtan szerkeszthetitek a tárgynak az egyéb kinézetét, akár hogy legyen rajta effekt, vagy enchant, vagy a neve, vagy a leírása, az nem fogja zavarni, de csak a damage-el foglalkozik, azt pedig a játékos nem fogja látni. Hát már ha ugye rárakjátok ezt az Unbreakable-t. Természetesen ez a répa nem fog oda kelleni, úgyhogy le is veszem. Scoreboard, Objectives, Set Display, Sidebar, és ha nem adtok meg semmit, akkor leveszi. Na, ennyi is lenne, ezeket a parancsokat természetesen bemásolom a leírásba, a kézikönyv óvjon.